A bátaszéki Székely kórus elődjét, mely 1970-ben alakult újjá a Tolna megyei településen, dr. Németh Kálmán még a bukovinai József falván alapította 1932-ben. A jelenlegi kórus a Székelyek háza nagy termében próbál, melynek falain őseik története elevenedik meg a 14 stációból álló Székely keresztút faragott táblaképein. Édesapám volt bukovinai származású, ott született édesapám 37-ben József falván, őtőle örököltem ezt az identitást. Nagyapám az hadikfalvi származású volt, József falvára nősült, elvette a nagymamámat, lett 9 gyerekük, de sajnos a 9-ből csak 3 maradt. Ugye abban az időben nagyon nagy volt ez a gyerek halandóság, és akkor 3 maradtak életbe, egyik az én édesapám volt. Nagyapám József falván volt kántor, arra nagyon büszke voltam, vagyok is, de még ott Bukovinában meghalt, mielőtt leégett a... Nem, miután leégett József falva, mert ott kint egyszer leégett. Akkor ide kerültek a nagymamámék, és az apukám elvett egy bátaszéki származású hölgyet, az anyukámat, és akkor mi lettünk 3 testvérek, 3 lány testvér. Közülünk csak engem érdekel a székelység, másik 2 nem foglalkozik vele. Az 1970-es újjáalakuláskor még csak asszonyok énekeltek a népdalkörben, de mivel egyre több férfi csatlakozott hozzájuk, mára már bátaszéki Székely kórusként szerepelnek. Erre a magra épült a Székely baráti kör, mely 1989-ben alakult, és elnöke 30 évig Kismődi István volt. Apailag, anyagilag is mind a kettő józsefalvi származású. Az anyai nagyapám az egy 2-szeres katonaviselt bácsi volt, ő még 72-ben halt meg, de ő volt az első világháborúban is volt ott Lengyelországban, azon a kimondhatatlan nevű Premislnél, még ott is részt vett valamit harcokba. Igazi fölművelő ember volt. Jó lovai voltak mindig, illetve én már csak az utolsó emlékszem a Juci nevű lóra, aki rugott halakot és senkit se tűrt meg maga mellé, de az öregnek minden szavát értette és ismerte, és úgy is viselkedett, úgyhogy igen, itt kaptak egy házat Bátaszéken, amikor 45-ben itt letelepettünk. Letelepettek ők, mert akkor én még nem voltam, és akkor édesanyám is kapott egy csikót ajándékba. A másik nagyapám az meg világjáró ember volt, ő 2-szer volt Amerikába. Igaz, másodszorra már szegény valami baleset következtében már nem tudott úgy dolgozni, és lesérült, és el kellett adni egy tehenet, hogy haza tudják hozatni, mert a saját pénzén nem tudott hazajönni. Ő már itt halt meg Bátaszéken. Ugyan ő már azt hiszem 91-ben született, 1891-ben, és 48-ban halt meg Bátaszéken, itt is van eltemetve. A bátaszéki Székely kórus a bukovinai székelyek népdalkincsének méltó őrzője és átörökítője több generáción keresztül. Egy pár évvel ezelőtt azért volt jó pár fiatal, én óvónő voltam, most ebben az évben már elmentem nyugdíjba, de akkor abban az időben több olyan óvodásom volt, akit oda tudtunk csalni, ugye szülő is székely identitású volt, és akkor jöttek a szülőkkel együtt énekelni. 3-4 is ilyen volt. Aztán a kórusban, akik szerepeltek, azok között is voltak olyanok, hogy apa, anya hozták vagy az unokát, vagy a gyereküket, úgyhogy akkor még régebben több volt a fiatal. Most sajnos nem mentem férhez. Úgyhogy az óvodásaim között inkább továbbadtam, mert ha tanultam egy olyan éneket, vagy tanítottam a kórusba egy olyan éneket, ami oda passzolt a gyerekek közé, akkor azt elénekeltem. Karácsonykor ugye több karácsonyi éneket, az szinte mindegyik belefér oda, az sokat énekeltem a gyerekeknek. Úgyhogy az ének
szeretetemet az biztos, hogy onnan örököltem a családba. József falva beszéd helyen van, mert a templom a közepibe van. Körös körül aranycsipke, rászállott egy bús gerlice. Nézd sírsz, te bús gerlice.